tiszteletre egy előadást elmondani arról, hogy az előbb az Attila arról beszélt, hogy mennyi a fizetés. Lehet, hogy ezt fogok benneteket segíteni, hogy ezt fogok tanácsot, egy ötletet adni, hogy lehet több fizetést kérni az állatorvostól. Mik azok a tevékenységek, amelyekkel meg lehet növelni a praxisunk az átbevételét, és hát, hogyha ezt a munkát kivégzitek el, akkor ebből lehet részesedni és lehet többet szerezni. Olyan újra indította a gépet, egy kis türelmet kérek addig. Gondolkodtam különben, hogy ugyanazt az előadást tartsam meg, mint amit a másik szekcióban, az általási szekcióban már megtartottam. Pontosan ezért gondoltam, hogy ugyanazt elmondom, mint amit ott elmondtam a látogatóknak, hogy lássátok, hogy mire buzdítom őket, és mire próbálok nekik segítséget adni, miért én, meg úgymond kereskedelemmel foglalkozni. Hány állatorvosi praxisban van jelen pillanatban valamilyen pet üzlet, valamilyen pet shop a váróban, vagy a külön épületben? Tegye fel a kezét, aki működtet ilyet. Ez nagyon jó, többségében van. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a különbségek lehetnek, az, hogy mekkora ez a pet shop, tegye fel az a kezét, ahol ha mondjuk 20 négyzetméter vagy 25 négyzetméternél nagyobb a pet shop üzletnek a nagysága. Na, ez már ugye kevés, ez már kevés, azért van egy pár is. Tulajdonképpen én erről próbáltam beszélni a másik oldalon, miért éri meg ma egy állatorvosnak pet terméket forgalmazni, és miért éri meg ma pet boltot üzemeltetni, mennyi pénzt lehet ezzel keresni, és hogy azok az állatorvosok, akik azt mondják, hogy nem akarnak pettel foglalkozni, azok esetleg újra gondolják ezt a kérdést, és úgy döntsenek, hogy elkezdik forgalmazni a különböző pet termékeket. Nem titkoltan itt is miről beszélünk, pénzről beszélünk, hiszen a pet bolttal, a pet termékek forgalmazásával pénzt lehet, és árbevétel különbözetet és ár is lehet elmenni. Amikor elkezdtem ott az előadást, az pont ebéd után volt, úgyhogy kértem őket, hogy lehetőség szerint ne viszonyuljanak az előadásomhoz, és ne aludjanak, tehát ti már túlhatjuk az ebédet ti is, úgyhogy lehet, hogy ez már nem aktuális. Mikor állatorvosi rendelővel szoktunk menni, és állatorvosokkal szoktunk beszélgetni, akkor mindig az ellenvetés, mindig az ellentéteket szokták elmondani nekem, hogy mik azok a dolgok, amik miatt ők nem akarnak pettet forgalmazni, vagy pettermékeket. Mondjuk tudjátok, hogy alapvetően mi különbözheti meg a sikeres embert a sikertelen embertől. Ugye, amikor a sikertelen embernek adnak ki feladatokat, adnak ki problémákat, probléma megoldásra, akkor a sikertelen ember elkezd gondolkodni, és így elkezdi sorolni a dolgokat, hogy ezt azért nem lehet megcsinálni, mert ezt azért nem lehet megcsinálni, mert és ezt meg azért sem, meg ezért sem, és így elkezdi mondani azt a 10 dolgot, ami miatt nem lehet egy dolgot megcsinálni. Ezzel szemben a sikeres ember mit csinál, amikor megkap egy feladatot, megkap egy problémát, megkap egy lehetőséget, elkezd azon gondolkodni, hogy hogy leszek ebben sikeres, és mit kell ahhoz tennem, hogy ezt a dolgot meg tudjam csinálni, hogy ez a dolog jól működjön, hogy ez a dolog sikeres legyen, és ezzel a dologgal esetleg pénzt tudjak keresni. Tehát most egy kicsit indirekt módon, sajnos azt kell, hogy mondjam, sajnos gondolkodva az állatorvosok fejével, kénytelen voltam így gondolkodni. Itt is az ellenvetéseket sorolom fel. Először mit szoktak mondani az általosok, hogy miért nem akarnak petboltot, vagy jó petboltot, vagy még nagyobb petboltot üzemelni. Ugye a klasszikus első kérdés az mindig az, hogy az első válasz. Bocs, általos vagyok. Én nem azért végeztem el itt az egyetemet, nem azért ültem itt 5 évig, hogy mindenféle szatos termékekkel itt az üzletbe elkezdjük foglalkozni. Úgyhogy én nem vagyok boltulajdonos. Aztán állandó kifogás, ugye mondjuk valamikor valamilyen szinten reális is, mert nem úgy építettem a rendelőjét, nem gondolt erre még 5 évvel, 10 évvel ezelőtt, amikor építettem a rendelőt. Nincs elegendő fizikailag, nincs elég helyem a rendelőben, nem megfelelő a váron, nem tud leütetni az embereket. Magyarul nincs helyem arra, hogy betapult üzemelés. Következő. Hát ezzel az egész szutyog termékkörrel nem lehet igazából olyan sok pénzt keresni, mint a gyógyszerekkel. Egy oltást beadok, azon ennyi meg ennyi pénzt keresek. Itt meg annyit kell gyűjtsenem azért, hogy pénzt csináljak belőle, alacsonyabb a pettermékeknek az árése, nem érdekel az idő. Következő. Ugyan már örülök, hogy kifizeti a paciens a kezelés és a gyógyítás költségét, de nem vagy adok még el neki bármilyen terméket, annyira vágni a számon vége, azt fogja mondani, hogy sokkal drágább vagyok, mint a konkurencia, azt inkább vágni a konkurenciához, hogy a vartól fél, hogy ez jelentős költséget jelent az ügyfelének. Azt mondja, hogy dehogy árulok én ilyen termékeket, szomszéd sarkon is van a Marimétnek a pet shop üzlete, ott is ugyanezeket a termékeket lehet kapni, majd is megveszi a kutya tulajdonos, vagy a macska tulajdonos ott ezeket a termékeket, én nem akarok ezzel foglalkozni, ott is meg lehet ezt kapni, nekem ez nem bűn.
igazából ami a legkevesebb van nekem az az idő, nincs idő, arra végképp nincs idő, hogy elkezdek magyarázni a kutcsaptoknak, hogy tudják, azért vagy ilyen kutatások, azért van azt a tüzelőbúgyit, vagy azért megyek rá ezt a bolhajtó spotont a kutyádra, mert van jólás, nekem benne nincs idő, vagy nem akarok ezzel foglalkozni, úgyhogy azért nem tudom ezt az egészet csinálni. Mielőtt elkezdenénk ezeken a pontokon végigmenni, beszéljünk egy kicsit a számokról. Mekkora bizniszem? Hát nyilván az USA kell nézni, már a Sanyi onnan jött, de hogy ilyen látjátok, hogy hihetetlenül van ugaszolva a többi országból, de nézzük Magyarországon. Magyarországon van jelen pillanatban, illetve bocsánat 2005-ös adat, millió euróban van, 93 millió euró volt itt a távprogramok, és 54 millió euró volt a macskatár program, ez durván összetom, durván 150 millió euró, amit ha felszorozunk jelen pillanatban, az olyan 40 milliárd forintos éves forgalom. Képzeljétek el, az egész állatgyógyszer üzletágban Magyarországon 15 milliárd forint. Ezzel szemben ez csak a kutya és macskatár. Ebben nincs benne az egyéb kiegészítő felszereléseknek, vett kórházat, tüzelővizsgálatnak, ez az előbb mondtam, semmi. Ez csak a kutya és macska lenne. Akvarisztika, hal, teknős ellenség, stb. Az egész Magyarország úgynevezett PET üzletágat jelen pillanatban, pont a számok nincsengedőben 50 milliárd forintra becsülik meg. Képzeljétek el, ugye háromszor nagyobb, mint az egész állatgyógyszer üzletág, mert benne van ugye a haszonállat is, szóval most már a részponnak az előbb az Attila is ugye érintőlegesen beszél. Óriási biznisz, óriási lehetőség, és hogyha megnézzük ezeket a számokat, ugye Magyarország tartozik itt a 150-nél, mondjuk egy hát nincs hasonló ország sajnos a statisztikában, de láthatóan jóval nagyobb számok vannak itt a nyugat-európai országoknál. Ugye mondhatjuk azt, megint ugye pessimista vagy optimista hozzáállással, hogyha nagy számokkal beszélünk, hogy jó, ugye, hol vagyunk mi ezekhez képest, kicsit vagyunk, nem érdemes ezzel foglalkozni, de mondhatjuk azt is, hogy bocs, hát ez egy hihetetlen potenciál, óriási lehetőség áll előttünk, a most ekkora, mi lesz 10 év múlva? Mondjuk ez jó tudni azt, hogy az elmúlt 10 évben hihetetlen mértékben fejlődött ez az üzletág, ezzel szól a következő grafikról, megint ez is kutya macsa eledel, elsősorban állat eledel. 98-hoz képest, látjátok, meg háromszorozódott tonnában volumenben ennek a dermékbőnek a forgalma, és hogyha megnézzük ezt megint millió euróban, ugye akkor azt látjuk, hogy 98-hoz képest megint meg háromszorozódott ezeknek a dermékbőnek a forgalma. Idén, ugye ez a töredék adatúban, mert elejéig szólt, biztos, hogy 150 millió euró fölött lesz bőven, alapvetően csökkent természetesen az elmúlt egy-két évben már csökkent ez a növekedés után, 2-10% környékére csökkent a korábbi évek 20-25%-os növekedéséből, de még mindig azt tudom mondani, melyik az az üzletág van Magyarországon, amilyen kétszemélyű növekedés produkál. Nagyon kevés, tehát ez egy nagyon jó üzlet, nagyon-nagyon komoly fejlődési lehetőségek előtt áll, és még nagyon messze van a vége. 10 év múlva ez az üzlet háromszorattól lesz megint, mint most. Magyarul, ha valaki most kezd ezzel az üzlettel foglalkozni, akkor azt gondolom, hogy nem dönt rosszul. És ehhez még egy számot hadd tegyek hozzá. Alapvetően Európában az állatorvosi csatorna részesedése az összeadásból átlagosan a 5% környékén mozog. Ki az, aki meg tudja mondani, hogy mennyi Magyarországon ma az általános csatorna részesedése az egész PET bizniszből? Ki az, aki tud tippelni? Mennyi? Hát közel látok hozzá, ezreléges. Hihetetlenül alacsony. Kimutathatatlanul alacsony. Ilyen 1-2 ezrelék. Tehát olyan szinten nem részesedik jelen pillanatban az általános csatorna az egész PET üzletágból, különben még Kelet-Európában is elég kivívóan alacsony, mert már Csehországban például, ami ugye hasonló ország Magyarországhoz képest, ott 2-3% is a általános csatornák a részesedése, tehát a cseh államok is sokkal hamarabb rájöttek arra, hogy ez egy jó üzlet, de még Romániában is sokkal magasabb az általános csatorna részesedése, azok meg jó kereskedők, jó üzletemnek. Tehát ma Magyarországon azt lehet mondani, hogy az általános csatorna méltatlanul alacsonyan helyezkedik el ebben az egész PET termék forgalmazási körből, és hát ugye azért tartottam ott a másik oldalon is meg ezt az előadást, és most azért tartom meg nektek is, mert azt gondolom, hogy hát ki az, aki hatással lehet az állatorvosságban. Nyilván van az ügyfél elsősorban, az ügyfél igények, de hát ti, akik ugye nap mint nap kapcsolatban vagytok vele, nap mint nap beszélgettek arról, hogy hogy kaphattok több fizetést, hogy lehetettük a fizetéshez, hát akkor lehet, hogy ilyeneket kell mondani az állatorvosnak, hogy tehát csinálj már egy jobb petshopboltot, szívesen vezetem azt, szívesen ajánlom a termékeket, szívesen adok el, és akkor kapjak egy kicsivel többért azért, mert én csinálj neked ott havi 1,5 millió forintos árbevételt, 1,5 millió forintot tudsz keresni, és akkor adja belőle nekem 10%-ot, az 50 000 forint, 50 000-re meg tudja menni a fizetésre.
Ez azért mondtam ezt a példát, mert ez valós, élős példa volt ilyen, aki ezt annak idején az én tanácsomon megtette, azóta egészen jól keres, meg igen az állatorvosok a kettőn volt is. Akkor kezdjük az ellenvetéseket. Ugye állatorvos azt mondja, hogy én orvos vagyok, nem pedig kisár tulajdonos. Igaz ez, hogy ez valóban így van, vagy nem igaz? Mit gondol erre az ügyfél? Hiszen ugye tulajdonképpen nem az az érdekes, hogy mit gondol az állatorvos, hanem az, hogy mit várna el tőle az ügyfél. Az ügyfél az azt gondolja, hogy az általánosok az a dolga, hogy azon túl, hogy meggyógyítja és gyógyítsa meg az állatát, az hogy adjon neki tanácsot. Mivel kapcsolatban? Mindennel kapcsolatban, ami a kutyával, macskával, kisártal kapcsolatban felmerül, mert hát kihez forduljon. Ugye a tenyésztő lehet, hogy az ország másik végében onnan vette a kutyáját, telefonon tud vele beszélni. A petfoodboltos lehet, hogy nem szimpatikus neki, meg lehet, hogy egy hónapja került oda, előtte egy cipőbomba dolgozott, onnan fészkesen lévő tudná, hogy milyen tanácsokkal lássa el a kis állat tulajdonost. Mondjam, kitől várja igazából segítséget? Azt lehet mondani, hogy az állatorvosról várja el, mert lesz ott mindjárt számom is, igazából a segítséget, mert elvárható az állatorvostól, hogy képes legyen és tudjon a kis állat tulajdonosoknak, mindegy, hogy kutyáknak, a macskáknak, a tekkőcvek, a madárnak tanácsot adni, mint táplálásra, mint pedig tartásra kapcsolatosan. A táplálás és tartási tanácsok, azok hátrányosak egy állatorvos számára, hogy neked ad a paciensei számára. Még a hátrányos, hiszen erősíti a szakmaiságát az általános esetlenek, nyilvánvalóan a jó minőségű, kiváló minőségű tárgyak, kutyák, macskák, nem a darab, ülők esetében prevenciós jelleggel, betegségek megelőzését szolgálják, beteges, kutya vagy beteg macska esetén pedig terápiás kiegészítőként, lehet, hogy ezeket a gyógytárgyakat alkalmazni, a szolgáltatását tudja növelni, és ezáltal az elismertségét tudja, és az elfogadottságát tudja növelni, ami a vevőnél az ügyfél elégedettséget jelent, és a legjobb ügyfél, az elégedett ügyfél, ennél jobb ügyfelet nem tudunk elképzelni. És nagyon fontos, hogy azt, hogy elfelejtni egy fontos üzleti szabályt. Ha mi nem teszünk meg ezt, mert azt mondjuk, hogy minket ez nem érdekel, majd megteszi más. Viszont ha más teszi meg, akkor már más maradja le ennek a gyümölcsét, és nyilvánvalóan az azt is jelenti, hogy a legközelebb lehet, hogy ez az ügyfél nem ennyien fog felkeresni, aki nem adta neki tanácsot és nem segítettem rajta, hanem oda fog elmenni, ahol kapott tanácsot, kapott segítséget és full szolgáltatást. Állatorvosként, ugye arról beszéltünk, hogy melyik ügyfelek állárásai. Első helyen állatigészsége áll 92,7%-ban, nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy a legfontosabb ugye az ügyfél számára az, hogy az általános gyógyítsa meg a kutyáját, macskáját, kisállatát, egészségvédelem. Második helyen a betegség megelőzése áll, adjon megint tanácsokat ugye azzal kapcsolatban, hogy lehet elkerülni a betegségeket. Várj egy életetlen, de a harmadik helyen állatlenül a táplálással kapcsolatos kérdések szerepelnek, hogy mivel etesse, mivel táplálja a kisállatát. Van egy felmérés, ami azt mutatta, hogy az állattartók 54%-a kér tanácsot egy általános ügyfélbe, hogy minden második bemenő ügyfél megkérdez az általános, tehát mivel etessen a kutyának, mit adjak neki enni, mit tegyen ez a teknős béka, mit tegyen ez a madár, mit tegyen ez a hal. És bármi életen vállalójás a különbség, csak minden második, vagy még a másik esetben, de 3%-a kap tanácsot az általánosok. Tehát az általánosok fele nem tud tanácsot adni az a kapcsolatosan, vagy nem foglalkozik vele, azt mondja, hogy menjél a Moridémi ABC-ig, aztán benne ott, amit akkor, aztán foglalkozik ezzel a kérdéssel. Viszont az is egy óriási szám, hogy az általánosok 70%-ának a tanácsát az ügyfélnek fogadja. Ugye ez egy nagyon nagy elfogadottsági érték, hogyha az általános 10 kutyának elmondja, hogy ezt, hogy ezt, hogy egyen a kutyád és a macskád, akkor a 7 ezt megfogja. Megkérdőjelezi az a kutyának, amikor az általános felírja a gyógyszerek, felírja a terápiára a különböző termékeket, hogy mit adjon be abból, amit fölött az általános? Hát nem kérdezi meg, mert hát azért ment el hozzá, hogy ugye az általános írjon fel, ki van. Ugyanez a helyzet a táplálás. Az általános azt mondja, hogy ezt, hogy egyen a kutyára, 10-ből 7-en megfogadják, nem ellenkeznek és nem kérdezik. Ennek ellenére látok 5%-át etetik állatorvosi rendelőben megvásárolt átkal, ugye ez nemzetközi adat, mondta Magyarországon, ez kimutathatott, mint valósul a szám. Magyarok az ügyfelek elvárják, hogy az állatorvos legyen valamilyen szempontból szakértő a táplálás és a tartás tekintetében is. Ha nem tud neki tanácsot adni, hát akkor elég szomorú, és majd keresi olyan állatorvos, aki tud neki tanácsot. És hát az meg egy különösen fontos dolog, szerintem a Tamás beszélt róla a Berkényi Doktor az első előadásában, hogy a táplálás, ugye az a betegségek megelőzésében, a prevencióban a legfontosabb és a leglényegesebb dolog. Bocs, ez nem csak kutyák és a macskák nem tudjátok már, hanem ez a humán oldalon is így van, ugye azt mondják, hogy azzá válunk, amit eszünk. Ezt nem én mondtam, ugye, hanem már régen a görögök ezt kitalálták. Valóban itt van, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy milyen táplálékot és milyen étkeket fogyasztunk, illetve javaslunk kutyák és macskák.
Második jelenet és nincs elég elmondani, miről beszélhetünk, mekkora eljön igazából szükség. Mennyi rendkívül változik. Az 1 négyzetméter, 25 négyzetméterig bármi lehet, mert 25 az csak azért értem, mert ma Magyarországon alapvetően, ha már nagyon-nagyon ritka egy olyan átolós, és klasszikusan 25 négyzetméternél nagyobb esetleg a pet shop volt, vagy a pet food volt részlegnek a nagysága, hogy ellenzően nagyon kicsi és nagyon kis helyen csinálják ezt a üzletet, de még akár 1 négyzetméter is elég, majd mindjárt beszélek róla, hogy miért elég. Alapvetően tudja valaki, hogy 1 négyzetméteren mekkora értékű árut lehet elhelyezni? Én megnéztem, nyilván nagyon változó, nem mindegy, hogy cseppit pakolok rá, nem mindegy, hogy gyukorúvát, nem mindegy, hogy tixi termékeket pakolok rá, vagy egyéb dolgokat. Akár 100 ezer forint, akár 400 ezer forint is lehet egy 1 négyzetméteren elhelyezendő árunk az értéke. Most nyilvánvalóan miből tudok több pénzt árulni, miből tudok több pénzt csinálni? Ó, ha 100 ezer forinton van egy négyzetméteren, vagy akkor, hogyha 400 ezer. Minél nagyobb nyilvánvalóan ez az összeg, nagy valószínűséggel, ha okosan csinálom, annál több pénzt tudok árusítani. Nagyon-nagyon ragasztott az állatorvosok a bevett szokásokhoz. Egy rendelőben ott van a szék, ahol leülnek a kuncsaknak, akkor az Istenre nem lehet, hogy meggyőzni arról, hogy hát ilyen széket tedd már onnan, mert az a legrosszabb helyen van, tedd oda, ide rendezik a petfutboltot, és akkor itt a legjobb helyen van. Vagy ne ott legyen már az a virág, mert hát a virág elveszi a helyet a polcoktól, és hát a virág mennyi pénzt termel neked, meg minden mutatom a példát, meg a polc mennyit fog termelni, hát tegyük más tudják. Hát nem, ez olyan fontos, mert kell a zöld a vár. Vagy hát eddig viccáltottam a ruháimat ebbe a kis helységbe, itt ne tartsuk utatávat, mert akkor hol fogom szállítani a ruhákat, közben van még három másik helység is. Tehát egyszerűen sokkal bátrabbnak kell lenni az állatorvosoknak, abban a szempontból, hogy hogyan lehet, milyen megoldásokkal lehet valamilyen módon megoldani ezt, hogy legyen is petkervény az üzletben, vagy a váróban, különben ez rengeteg ötlet, segítség, valamit tudunk, valami is, csak kommunikálni kell egymással. Meg kell keresni azt a partnert, azt meg kereskedni a partnert, aki ebben tud segíteni, és aki tud ötleteket adni. Több száz ezres nagyságú állatot és emberüket láttunk már, én is, meg a kollégák is. Úgyhogy ha bemegyünk egy váróba, akkor higgyetek el, állítom, hogy a legtöbb és a legjobb verziót hozzuk ki, hogy lehet legtöbb. Ez a klasszikus kérdés, hogy mennyire kerül ez a növény, a rendelő várótemben. Mennyi pénzt hoz az, ez a növények éppen az állatot is. Mennyire kerül? Hát, 1 millió forint. Annyira kerül, annyi helyet veszel az olyan polctól, amivel nagyságrendileg 1 millió forintot lehet keresni, ha valaki okosan jól tölti fel azt a polcot, és okosan és jól kufákolik a polcon lévő áron és termék. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy el kell dönteni, hogy pénzt akarok keresni, pénzt akarok csinálni, hogy azt akarom, hogy bele legyen téli kertel a várunk, és már szép zöld növények legyen. Aztán a harmadik elemet is. A pet termékekkel nem keresik el. Igaz ez? Hát abban a szempontból igaz, hogy a pet termékeken valóban nincs akkora margin, nincs akkora árés, mint a gyógyszer termékeken. A gyógyszer így az egy védett kör, állatorvos, patikus forgalmazhat, nyilvánvalóan én holnap után a garázsboltomban nem árulhatott védkiteles termékek, még azzal többet lehet keresni. De már nem lehet többet keresni, mint például a felszerelési termékeken. Mindjárt meglátjuk, hogy a felszerelési mennyit lehet keresni. Tehát a tárhoz viszonyítva valóban igaz, hogy a gyógyszerekkel többet lehet keresni, de a felszerelési termékekkel már ez képes már meg. Van egy nagyon fontos dolog, a tettermékek forgalomértéke általánosan 5-ször magasabb, mint a gyógyszertermékeknek, ugye a forgási sebessége, a kutyatápa ki, meg a macskatápa ki, ezen belül pedig 10-szer magasabb. Magyarul, én beteszek oda egy kutyatápot, az 10-szer gyorsabban pörög, 10-szer adok el addig belőle, míg a gyógyszerből egyet adok el, hiszen gyógyszerre mikor van szüksége az állatok, mert éppen ugye nem mindig beteg egy állat, egy kicsi a valószínűsége, vagy az állatok többsége nem mindig beteg. Folyamatosan gyógyszerfüggő és gyógyszervásárló, ezzel szemben a kutyák meg a macskának lehet olyan, hogy nem eszik egy hónapig. Minden nap ennyi kell. Magyarul elfed a kaja, megy újból és vásárolja a következő. De sokkal magasabb a forgási sebesség ezeknek a termékeknek. Még mindig itt tartunk, hogy nem lehet eleget keresni. Nézzük egy példát, 2000 ügyfél, mondjuk egy állatorvosi praxisba, ez nem olyan kiemelkedő nagy szám, hogy van jóval több is, persze van kevesebb is. Alapvetően azok a statisztikák igazak, tapasztalataink azt mutatják, hogy a kulcsaptok 10%-át lehet meggyőzni azzal kapcsolatban, hogy prémium minőségű tápot tessenek, ez ugye 200 ügyfelet jelent. Nézzük meg, hogy ez a 200 ügyfél, hogyha átlagosan 15 kilót eső kutyát számolunk, aminek a napértetési költsége durván 200 gram, akkor mennyi pénzt hozzá nekünk valóta? Ugye ez a 200 gram egy hónap alatt 6 kiló, 30 napra számolva, ugye ez megszorozva a levek számával, meg a napértetési mennyiséggel, kijön, hogy 1200 kg kutyatápot lehet eladni,
ilyen általási praxisban, hogy 80 zsákkézenek kibosítja. Csak hogy tudjátok, ma van sok olyan magyarországi általási rendelő, ahol több mint 2 tonna, például 2 tonna csak kondolkutat átadnak el. Van olyan köztel, hogy egyetlen egy általános dolgozik a praxisban, és 6 négyzetméteres a várnak. Az, magyarul azt akarom ezzel mondani, hogy nem attól függ, hogy mekkora a rendelők, hányan dolgoznak, mekkora a váró, attól függ, hogy mennyire komolyan és mennyire jól csinálja az, aki csinálja ezt az üzletet. És egymaga elad 2 tonnát, mikor maga kutatát, és teszi el elért a sok pénzt, és hát van olyan, aki meg persze ennél sokkal kevesebb. Na nézzük tovább ezt a példát, ugye akkor, hogyha ez a 80 zsákot eladta, ez a praxis, ez 960 ezer forintos nettó árbevételt jelent ennek a rendelőnek, ami hogyha 30%-os árért számoló, éves szinten 3,5 millió forint nettó árbevétel különbözőket jelent. Persze, mi kell ez? Ezt dolgozni kell, mert mit jelent ez? Ha bejön egy kulcsom, és azt mondja, hogy kérek mondjuk egy bolahitról nyakörre a kutyámra, a macskámra, hogy kérek egy bolahitról pontosan a kutyámra, a macskámra, és besenem az állatorvoshoz, de én mint asszisztens vagyok kiszolgálom, akkor nem mehet úgy ki az a kutya, mert ez a macska, hogy én nem kérdezem meg tőlem. Na és mit teszik a kutya? Na és mit teszik ez a macska? Na és akkor ismered például ezeket a termékeket? Mikor a terméket mondjuk meg, ugye? Az a beszélő nyilvánvalóan kapott már olyan információt, és akkor adott neki egy mintacsomagot, adott neki egy tájékoztató füzetet. Ha ezt a munkát minden egyes bejövő emberre mindig egyesével megcsináljuk, mindegy, hogy kórházért jön be, mindegy, hogy macskaomért, mindegy, hogy kutyatálért, de mindig megkérdezzük tőle, akkor egy idő után eljutottunk oda, hogy a 2000 ügyféllel beszélgettünk, és a 2000 ügyfélből 200 lesz majd az ügyfél. Ha ezt a munkát nem csináljuk, és csak minden harmadik héten teszünk be, kérdünk egy mintacsomagot, megkérdezzük, hogy mit teszik a kutya, akkor hiába van 2000 ügyfelünk, lehet, hogy 30-szal beszélgettünk az elmúlt 3 hónapban a kutyatápról, és a 30-nak a 10%-a az 3. És akkor majd 3 darab kutyatápot fogunk tudni eladni, nem pedig ugye, hogy 3 kulcsapot tudunk kutyatápot eladni, nem pedig 200. És hogyha 3 napot kell adni, akkor nem ennyi lesz az árbevétel különbözetem, és akkor nem fogja felemelni az állatorvosi fizetésemet, de azt mondom neki, üzleti ajánlatot, hogy figyeljen föl, megint tisztetek értelmet, hogy nem. Én csinálom ezt a bizniszt, én csinálom ezt az üzletet, és azt mondom, hogy én megcélzem ezt, hogy én 3 millió forintos plusz árbevételt akarok csinálni neked, mondjad már meg, hogy mennyit kapok én ebből, mennyivel emelt fel a fizetésem, persze akkor, hogyha megjön az üzlet. Nyilvánvalóan üzleti ajánlat, nem lehet másról beszélgetni, ha nincs plusz bevétel, akkor nincs miből adni. Ha van plusz bevétel és van plusz pénz, akkor viszont lehet miből adni, és azért azt gondolom, bármennyire is smucikok idézőjelben az állatorvos kollégák, a jó üzletet szerintem nem hagyunk ki ők se, mert kevés lenne az, aki azt mondja, hogy a 3,5 millió forintot hozol nekem, akkor neked nem adott egy mindent sem. Biztos vagyok ezzel, hogy a többség azt mondaná, hogy oké, figyelj, ennyit hozol, ennyit meg ennyit hozzá. Hogyha valaki ügyesebb, akkor többet tud kiharcolni magának, vagy kevésbé, és akkor kevesebb. Azt mondja, pettenekekkel nem felesik eleget, még mindig itt tartunk. Különben visszatérve a százalékokra, arról beszélgettem az előbb, hogy mennyi százalékot lehet 500 képes keresni. Petten körülbelül általában különben 35-40% az ár, és akkor úgy néz ki, hogy a kutatát az kevesebb, ez a 20%, viszont a felszerelésünk az egyik kiegészítő magasabb, többen 4%. És hát természetesen, hogyha ez plusz alkalmazott felvételen, plusz beruházás nélkül ki az a rendelő, mert ott van a várat, meg lehet csinálni jó. Mi adunk minden bolcot, terméket, minden egyéb kölcsönállományot, akkor ez egy plusz nettó állás, akkor nem kapcsoljuk ezt a plusz beruházási költséget, ugye esetleg csökkenti az eredmény, és majd ezt vissza kell hozni. Magyarul, akkor ez valós nettó állás a különböző fel, és nettó állás. Különben néztünk egy munkálatási rendelőre egy adatot, és következőt mutatták ezek az adatok. Alapvetően ma kisállatorvosi praxisnak a PET árbevétele átlagban, hogy nyilván, ahol jobbakról beszélgetek, a nettó 1,5 millió forint körül van havonta. Ez a boltnak az árbevétele, csak a bolt és semmi másik. Ez jelenleg a kiszámolva a kb. 6,3 millió forintos árbevétel különbözet éves szinten, ugye ezelőtt csak kutyatápról beszéltünk, meg csak egy példáról. Itt már benne van minden, a bolait, a nyakörtől, a spotonokon, a tüzelőbügyi, a tál, a macskalon keresztül, minden egyéb dolog. Ugye, 6,3 millió forint árbevétel különbözet jelent. Ez közben elmarad a nettó másokról fontos havi árbevétel, a szaküzletek által, a szaküzletek árbevétele mellett, mert az olyan körülbelül nálunk 2 millió forint körül mozog, de nem sokkal marad el. Az az általási rendőr, aki komolyan vette és elkezdte normálisan csinálni ezt a PET üzletet, a második millió forintot nyilván nem az első hónapban, mert nyilván nem a második hónapban ért el, de azt lehet mondani, hogy egy 1-2 éves felfutási időszak után beállt nagyságrendileg erre a szintre,
ezeket az eredményeket lehet tudunk át. Persze, úgy, ahogy az előbb elmondtam. Úgy nem, hogy nem foglalkozunk a csapattal, megkérdezzük meg az előbb elmondottakat, nem ajánlunk neki terméket. A kisátorosi rendelő várója, tipikusan olyan lehetőség, hogy beszélgetni lehet a csapattal, amíg várakoznak. Nem beszélgetünk, ha ott várnak egy magával, hanem nem szól hozzájuk senki, nem ajánlunk a terméket senki, nem fogja megnyomni a kisátorosi rendelőbe a kulcsát, hogy hé, öntsek, már dobjál majd nekem, mert rohanok. Ugye, ilyet senki nem fog csinálni, viszont ha beszélgetek vele, vagy értek ahhoz, amiről beszélek vele, akkor nyilvánvalóan van erre lehetőség. Nagyon sok általános ellenkezőre azt mondja, hogy nem akar ezzel foglalkozni, és akkor sorolják, hogy mit nem lehet csinálni. Én meg azt mondom, hogy így van, ne is beszélj róla, ne is adjál nekik, ne is raktározz az egyből termékekből, ne is tartsál semmilyen brossúrát, ne is mutassál le semmilyen terméket, csak akkor találd ki te magad, hogy a plusz árbevétel különbözethez jutni, amivel tudod fedezni majd a költségeknek a növekedését. Mert azt megint azt gondolom, hogy itt elmondhatok, ott is elmondtam, hogy jelen pillanatban Magyarországon 800 és 1000 közé tehet a kisátlagosnak a szám. Ki tudja megmondani, hogy mennyi lesz 5 év múlva? Csökkenni fog, vagy nőni? Nőni fog. Aki 15 éve dolgozik ezzel a praxisban, pontosan tudja, hogy amíg régen egy 50 ezer városban volt egy kisátlagosi rendelő, ma már van 6 kisátlagosi rendelő egy 50 ezer városban. Nem akarok elkísérteni benneteket, bár lehet, hogy ez nem jót jelent, 10 év múlva meg fog duplázódni a jelenlegi kisátlagosi rendelők száma, minimum 2000 lesz Magyarországon, minimum 2000. Viszont ez mit is jelent? Az egy állatorvosi rendelőre jutó ügyfelek száma az vagy nőni fog, vagy csökkenni fog? Hát nem fog olyan mértékben nőni az állatorvoshoz elmenő embereknek a száma, hogy ez behozza azt a növekedést, amit ugye az új állatorvosi rendelők száma, a csökkenést, amit az új állatorvosi rendelők száma okoz. Magyarul csökkenni fog az egy állatorvosi rendelőre jutó paciensek száma, ami viszont azt is jelenti, hogy csökkenni fog az árbevétel. Ha csak nem elárulja az állatot is. És a költségek azok jönni fognak, mint az állat, ugye, ha állandóan látjuk évről éve saját felhasználóként is gát, villany, egyéb dolgok. Magyarul plusz árbevételre kell, hogy szertenni az állatot, mert a torta szeletet az kevesebb lesz. Hogy lehet plusz árbevételre szertenni? Egyéb szolgáltatásokat végzek. Milyen egyéb szolgáltatások lehet? Hát az egyik, ez a tetem, amiről beszélek, a másik lehet kutya kozmetika, a harmadik lehet balzió, a negyedik lehet ős legyen, kicsoda, de az biztos, hogy kell mindent csinálni, hogy az egy állategészségügyi centrum legyen ez a dolog, mert ha nem állategészségügyi centrum, akkor ugye elfogadunk a kulcsokat és keresen más. Plusz költséget lehet az ügyfélnek megint. Attól félnek, hogy ki kell fizetni a kutyatápárát, akkor azt összepárosítják a kezelés árával, és azt fogják mondani, hogy drága vagyok. Ennek millió egy technika van, külön számlázom, külön a gyógyítás költségét, külön az etetés költségét, vagy fettem, fizikailag is el tudom választani, felfizetem a gyógyítást, ki a recepción fizetem a kutyatápot, el kell magyarázni a napi etetési költségprogramát, hogy az a pénzt tud megspórolni. Nyilvánvalóan nem csak azt kell nézni, hogy mennyi kerül, hogy csak az állat, mint a napi etetési költség. És egy nagyon fontos dolog, nem biztos, hogy az, amit az állatorvos drágának tart, és fél attól, hogy esetleg nem fogja elvinni a kulcsot, az valóban így van. Nem kell félni attól, hogy már menekülnek a rendelőből a kutyák és kutyai vagyonosok, azért meg kell fizetni zsákutyatát. Következő ellenére, a terméket máshol is árusítják. Igaz, ez azt is, hogy hát van a harigénénél is kikorúba, akkor én nem árulok kikorúbát, én inkább olyat keresek, amit nem árulok. Na így, a tapasztalatok azt mutatják, hogy alapvetően az átolvosi rendelők és a perifér boltok között nincs árkülönbség. Ugyanis a kikorúbával körülbelül megmondjuk, mi az a javasolt fogyasztójára, minden lehet adni. 5%-ra el lehet térni, lefelé, fölfelé el lehet térni, akármennyire, drágában mindig vagy nyilvagy, amit akarja. Befelé 5%-ra mi sem engedélyezünk többet, mert nem az a cél, hogy árverseny legyen ezzel a termékkel, hanem az a cél, hogy szolgáltatással, dumával, kommunikációval adjanak oda ezt a terméket. Ha valaki 5%-ra nagyobb árvetérést alkalmaz lefelé, annak szólunk, amelyek nem tartja, hogy egy idő után megtérni. Mert nem igaz az, hogy árverseny, nem az a szolgáltatás rendelő között. A másik oldal pedig pont a praxis menedzsmentes kutatók azt mutatják, hogy sokkal nagyobb jelentőség azoknak a termékeknek, amelyeket máshol is árusítanak, mint azoknak a termékeket, amik esetleg sehol nem árusítanak, csak egyik helyen. Tehát nagyobb az elfogadottságra. Gondoljunk a Coca-Colára. Hát melyik az az idióta kocsmáros, vagy melyik az idióta boltos, vagy büfés, aki azt mondja, hogy nem árul a Coca-Colát, mert nem mindenhol. Így inkább árul olyat, amit még senki nem ár. Hát mindenki Coca-Colát keresi, mert mindenki azt keresi, ami minél több helyen van, és egyre több helyen megismer, és egyre nagyobb a termék brand, az úgynevezett brandnek az ismertség. Azzal, hogy esetleg neve sincs, kutatápmárkákat meg olyanokat kezdünk a programozni, hogy még az életet nem marad senki, ezzel nem segítem a bizniszt, ezzel hátráltatom a bizniszt,
hiszen ezzel újabb feladatot előállítom saját magamat, hogy elmagyarázom annak a kuncsapnak, hogy figyelj. Igaz, hogy elmagyarázom, nem hallottad, de időt ez nagyon. Nincs elegem időm, hogy tárgyalással foglalkozzunk. Na de, bocsánat, hiába gondolom én azt, hogy nincs elegem időm, hogy az ügyfelek elvárása az, hogy adjak valamilyen tanácsot. Nem mutatom azt, hogy nem mondok semmit, tehát ha azt mondom, hogy nem mondok semmit, akkor előbb már nem lesz valakinek mondani bármit is, mert már nem tudnak megtanulni, mert megkérdez. Ráadásul különben van egy abszolút olyan technika, meg hát az előbb beszéltünk, hogy az állatos elismertsége rendkívül magas. Nyilvánvaló, nem kell mindenféle 10 perces győzelem, amire egy asszisztensnek sajnos rá kell, hogy fektesse az idejét, nem kell győzködésre fordítani az idejét, mert olyan a legitimációja, olyan az elfogadottsága, hogy azt mondja, hogy ezt kutyám is kész. Az előbb elmondtuk, láttátok 10-ből heten, annélkül, hogy megkérdeznék, elfogadják, nem kell magyarázni, győzködni. És hát most még kötöknek ilyen képbe, nyilvánvalóan nem szükséges egy állatokosnak ezzel foglalkozni, hanem meg lehet bízni a kollégát, az asszisztens, a recepciós, a vállalkozót, mindegy, hogy hívunk meneteket, aki segített a munkában, és aki kivesz a részüket a munkában. Hogy értékesítsünk állatokat? Erről jó egy dologban, lehet megadálható, lehet büszkét, lehet okosabb. Mindegyikkel megvannak ugye a munkában, ugye meg kell készülni. A rányosség egy kicsit vigyázni kell, mert hogyha túlságosan előszörösek vagyunk, az ugye néha visszaügy. De a legfontosabb talán az, hogy okosnak kell lenni. Az értékesítés az egy nagyon szakszerű tevékenység, de csak akkor, mert szakértelemben történik. Ennek külön egynapos képzése lehet, mert csak hogy erről a 6 pontról, egyes pontot részletesen kifejtve, előadásokat és helyzetgyakorlókat tanítsuk benne, hogy hogy lehet egyáltalán kommunikálni, hogy lehet értékesíteni, és hogy lehet végigmenni az értékesítés folyamatán úgy, hogy a befejezés az egy sikeres értékesítés legyen, és mondjuk 10 kommunikációból azt már sikeresnek számít, ha 5-ször sikerül értékesíteni. Ha már 3-szor, az már olyan közepes, ha meg egyszer, akkor azt mondom, hogy olyan, mint az egyes a kiskolában, az egyszer se, az meg nem munka. Úgyhogy ezt meg lehet tanulni különben, támogat az általánosulóját is, hogyha bárkinek ilyen segítsége van, segítsége van szüksége, vagy pláne, mikor ebben a témában tapasztaltak a szerpen, akkor állunk elébe, nekünk van olyan helyünk, olyan kisajtalmasi rendelő recepciós pultunk, ahol ezt a kollégái négyet csinálják, több tornájuk, akutat átállandok minden hónapban, és bármikor el tudja jönni egy napra, két napra, egy hétre, megtanulni azt, hogy kell értékesíteni, és mit kell csinálni ahhoz, hogy mindig sikeresen legyenek ezek a kommunikációk. Hogy tudunk ajánlani az ügyfeleknek? Hát ez nagyon fontos, hogy ki kell választani, megfelelő márkát, különböző jelenség alapján. Nyilvánvalóan erre a vállalat kell rendelkezni, kell különböző kérdésekkel az ügyfelet. Nyilvánvalóan képezni kell a munkatársakat, motiválni kell, ezt mondtam a másik oldalon. Ha nem teszitek érdekelt az asszisztensek, ha nem adtok neki jutalékot, nálunk a recepción 4% jutalékot kapnak a kolléganők, minden jutalékot a tárgyértékesítés után. Képzeljétek el, minden 15 ezer forintos tárgy után kapnak, kizárnátok el ez a 4% 5-600 forint. Minden egyes zsák eladás után. Mind a boldogok úgy adják el a próbát, mert tudják, hogy minden egyes zsák eladásával kapnak 600 forintot. Úgyhogy hihetetlen, minden